Európa legjobb állatkertje, 29 ország 126 állatkertjéből választották ki a Sóstózót Európa legjobb állatkertjének. Magas ár, nagy kereslet, az étkezési búza ára 20%-kal múlja felül a tavalyi szintet. Biogazdálkodás, 12 milliárd forint áll rendelkezésre az ökológiai gazdálkodás folytató vagy arra átálló gazdálkodók számára. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Nyíregyházi Állatpark, a Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. 29 ország 126 állatkertjéből választották ki a Sóstózót Európa legjobb állatkertjének a C kategóriában. Ez a 250 és 500 ezer közötti látogató létszámú létesítményeket jelenti. Két évvel ezelőtt is a Nyíregyházi Állatpark nyerte a díjat, akkor osztottan két másik állatkerttel. Ez a svéd művész által kézzel készített jegesmedvés üvegszobormától a Nyíregyházi Állatparké. Azt szimbolizálja, hogy osztatlanul egyedüliként kapták meg az Európa legjobb állatkertje címet a 250 és 500 ezer közötti látogatószámú kategóriában. Ez 29 országból 126 állatkertet ölel fel, amelyeket 40 mutató szempontrendszer alapján értékeltek. Ezt nem egyetlen dolog dönti el, az elmúlt évek fejlesztéseit is figyelembe vesszük. A rangsort egy olyan szempontrendszer szerint állítjuk fel, amely 40 mutatót tartalmaz. Ilyen például a faj megelőzési programban való részvétel, hogy milyen oktatási tevékenységet végez az állatpark és az institú programok támogatása. De figyelembe vesszük a fejlesztéseket, valamint a zöld kifutók nagyságát és mennyiségét is. A Nyíregyházi Állatpark minden területen folyamatosan fejlődik, ezért kíváncsian várjuk a következő évek újításait. Az összetett szempontrendszerben jól teljesített a Sóstózó. 9 ponttal többet szereztek, mint az előző évben úgy, hogy a Hotel Pangea még nem számították bele a fejlesztésekbe. Mi nagyon sok ritka fajt tartunk. Milyen hangsúlyt fektet az állatkert az oktatásra? Nagyon sok, közel 3000 gyermek tanul, ilyen-olyan táborokban állunk, nyári táborok vagy erdeiskolák keretében. Ez nagyon fontos. Az ismeretterjesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk, és ez is egy fő szempont volt nálunk. Illetve hát azért az lényeges, hogy a Nyíregyházi Állatpark egy sikeresen működő gazdasági vállalkozás is, tehát eltartja saját magát. Nem külső finanszírozásból él, mint a legtöbb európai állatkert önkormányzat vagy kormánypénzből. Tehát ez nagyon lényeges. Természetesen a fejlesztések, amik nagyon dinamikusak voltak az elmúlt években, nagyon sokat tettek a labda ezek a fejlesztések elsősorban a Modern Városok program keretében valósulhatnak meg. A 140 állatkerti dolgozó lelkiismeretes munkája mellett Nyíregyháza önkormányzatának támogatása is nagyban hozzájárult a díj elnyeréséhez. Az elmúlt években számos fejlesztést támogattak anyagilag is. Ami elkészült itt maga Pangea Hotel, vagy amit most nyitottunk meg, korábban a látogatócentrum a bejáratnál, elkészült a Hópárdusz kifutó, korábban ugye az Andok ösvény, a Viktória ház, és hát a következnek az India ház, és hát a legnagyobb attrakció talán a jégkorszak, aminek most indul a tervezése. A kivitelezési tendert szeretnénk jövő nyárig kiírni, annak érdekében, hogy már a következő évben annak a beruházásnak a megvalósítása is elindulhasson. A Nyíregyházi Állatpark Kelet-Magyarország első számú turisztikai attrakciója és Európa legjobb 12 állatkertje között tartják számon. A létesítmény fennállásának legjobb évét zárja idén, ugyanis túllépik az 530 ezer látogatót. Ez azt jelenti, hogy idén indulhattak utoljára a C kategóriában. Az étkezési búza ára 20%-kal múlja felül a tavalyi szintet. Az árak annak ellenére sem csökkentek, hogy a Duna alacsony vízállása miatt jelenleg akadozik a szállítás. A gazdáknak éppen ezért bizakodásra adhatók ott a jövőt illetően, hogy a jelenlegi problémák ellenére is nagy kereslete van a magyar búzának külföldön. A grafikonon is látható, Magyarországon átlagosan 55 ezer forint körüli áfa és szállítási költség nélküli termelői áron kereskedtek az étkezési búza tonnájával november első hetében az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint. Ez az árszint az egy évvel korábbit 20%-kal múlta felül. Az árak annak ellenére sem csökkentek, hogy a Duna alacsony vízállása miatt gyakorlatilag leállt a folyami szállítmányozás.
Nagyon örülünk annak, hogy az árak ezeknek a negatív híreknek nem engedelmeskedtek és nem mentek lentebb, ugyanis elég sokat halljuk, hogy a Duna hajózhatatlan, így a kiszállítás akadozik, vagy szinte nem is folyik. Ez az árakban jelenleg eddig még nem jelentkezett, így egy kicsit bizakodók is a gazdák, hogy ha most ebben a problémák, értékesítés problémák időszakában nem ment lentebb, akkor talán még emelkedett is valamelyest az időjárás után a pótolja a csapadékhiányt. A kereslet ugyanakkor még így is élénk a magyar búza iránt külföldön. Ezt az sem befolyásolja, hogy nagy mennyiségű ukrajnai gabona jelent meg a piacon. Én is olvastam ezeket az információkat. Nagy mennyiségű búza, illetve kukorica van Ukrajnában is, amit piacra szeretnének, de nagyobb igény jelentkezik Németország és Franciaország részéről is, úgyhogy én is összehasonlítottam, és abba bőven beleférne a Magyarországon felkínált mennyiség ezekbe a piacok elhelyezésébe. A gabonaszállítmányokat 15-20%-kal drágább lenne a közúti fuvarozókkal elszállítatni, így a kereskedők kénytelenek kivárni, amíg a Duna vízállásában érdemi, pozitív változás történik. Ahhoz, hogy a folyó újra hajózható legyen, több hónapnak kell eltelnie, a gabona kereskedelemben és a készletekben pedig legkorábban a jövő év tavaszán állhat vissza az egyensúly. €12 milliárd áll rendelkezésre az ökológiai gazdálkodás folytató vagy arra átálló gazdálkodók számára a december 1-én nyíló pályázat keretében. A támogatási összegből várhatóan 900 gazdát segíthetnek. A pályázat lehetőségeiről a Nyíregyházi Egyetemen rendeztek tájékoztató fórumot. Ausztriában jelenleg 22% körül mozog a biogazdálkodások aránya, de számos uniós tagállamban is 10% körüli ez a szám. Magyarországon egyelőre még jóval kevesebben választják ezt a termelési formát, a gazdálkodók mindössze 4%-a állt már át eddig az ökológiai gazdálkodásra. A biogazdák helyzetét nehezíti, hogy őket is sújtja a tőke, illetve a munkaerőhiány. Ő nekik is szükség van a fejlesztésre, tehát műszaki fejlesztésre. Az innovációt és a műszaki fejlesztést ugyanúgy be kell hozni a biotermesztésbe, mint a konvencionális gazdaságokba. Itt le vagyunk maradva, és nem csak a termesztés technológiában, hanem le vagyunk maradva a feldolgozási szinten is. Akkor megy most egy újabb, 12 milliárd forintos pályázattal segíti az ökológiai gazdálkodás folytatókat, vagy az arra átállókat. A keretösszegből várhatóan 900 gazdálkodót segíthetnek majd. Gyakorlatilag mindenki jelentkezhet ebbe a programba, aki mezősági területtel rendelkezik, és biogazdálkodást akar rajta folytatni, kivéve azokat, akik már benne vannak támogatási programba. Tehát egy biogazda új területekkel jelentkezhet, de a régieket nem tudja újraindítani a következő évre se, és ugyanígy nem tudnak átjelentkezni azok sem, akik az agrárkörnyezetgazdálkodási programba vesznek részt, kivéve akik a kettes, második meghirdetésbe 2017. január 1-től indulva kapcsolódtak be, és a területek már most is benn vannak a biogazdaságba. Itt ilyen szűk lehetőség van, nem sokan tudnak ezzel élni, a zömének a következőt kell kivárnia, illetve aki nincs támogatásban, az most jöhet. Jöhetnek a rétek, ha állat van rajta, jöhetnek a szántóműves ágban és az ültetvények egyaránt. A pályázatnak köszönhetően a megyében is jelentős elmozdulás lehet a biogazdálkodás irányába. Az a legörvendetesebb talán ebben a térségben, hogy az almatermésűekre egy kiemelkedő magas támogatási összeg van az átállás időszakában, ez több mint 1000 euró per év, ez egy európai rekord környékén van, tehát ez biztos, hogy érdemes élni, és az a lehetőség is megvan a korábbiakhoz képest, hogy akik a beadáskészség eltelepítik a gyümölcsösüket, tehát most üres területet jelentenek be, vagy szántót, és betelepítik, azok is igénybe vehetik ezt a támogatást, ha a következő év április 30-ig a telepítés meg fog történni. A gazdálkodók a kérelmüket december 1-e és 15-e között nyújthatják be az Államkincstár elektronikus felületén. Mintegy 40 milliárd forintra pályázhatnak a 30 év alatti fiatalok és a 30 év feletti álláskeresők, amivel fejenként 4,5 millió forint támogatást kaphatnak új vállalkozásuk elindítására, írja a hiradó.hu. A lehetőséggel mintegy 8000 érintett találhatja meg számítását önfoglalkoztatóként, ami érdemben növelheti a vállalkozási hajlandóságot Magyarországon, áll a cikkben.
A pályázati lehetőség mintegy 8000 vállalkozás elindulását segítheti elő 2022-ig. 170 millió forintos projekt keretein belül népszerűsítik a Nyíregyházi Egyetem különböző képzéseit. A JEEP, vagyis Junior Engineer Education program elsősorban a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakokra fókuszál. Készségfejlesztő előadások, élményközpontú szakmai napok és konzorciumi partnerek segítenek a hallgatóknak. A pályaorientációt segítő JEEP annak a pályázati programnak a része, amelyet a Nyíregyházi Egyetem nyert el és valósít meg 2017. júliusától 2020. júniusáig. Ennek célja az oktatási intézménybe jelentkező fiatalok számának növelése, egyes szakok népszerűsítése és annak bemutatása, hogy ezek az életpályák milyen lehetőségeket jelenthetnek. Nem csak az egyetemek kapcsolódnak be ebbe a programba, hanem a vállalatok is, a gyárak is. Tehát ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy több oldalról mutassuk meg a diákoknak azt, hogy míg a pedagógus megmutatja, hogy mi van a tankönyvekben, ez hogyan működik a természettudományban, a természetben, a környezetünkben. Mi megmutatjuk azt, hogy a továbbtanulásuk során ezeket az ismereteket mire fogják fordítani, hogyan lehet kutatásokban, projektekben közreműködni, és hogyan lehet majd ezzel olyan diplomát szerezni, amire majd a jövőben szükség lesz, egyre nagyobb szükség van, azt tapasztaljuk, és a termelésből jött szakemberek pedig mellénk állnak abban, hogy motiválják, biztassák nem csak a középiskolásokat, mert az egyetemistáknak is kell, hogy a lemorzsolódás csökkentsük, hogy igenis szükség van a te szakterületedre egyre inkább, mert nagy hiány van a mérnök pályán, egyre inkább lesz fontos a diplomád, és hogyha ezt a projektet, vagy ezt a tanulmányt te megtanulod, elvégzed, akkor bizony a mi területünkön, a gyár, a vállalati kultúrában megállod a helyed, és egy nagyon kiváló szakember fog belőled válni. A program egy 40 órás képzést ad a fiatalok számára, ami alatt megtanulhatják, hogyan kell robotokat programozni, a tudást hogyan tudják a gépgyártás technológiájában alkalmazni, valamint különböző szimulátorok és élménylaborok állnak a hallgatók rendelkezésére. Ezek a matematika, informatika, műszaki pálya, kémia, fizika, biológia és földrajz szakirányokhoz adnak rálátást, hogy a hallgatók tisztában legyenek azzal, a diplomájukkal mi vár rájuk a munkavilágában. Ez a 40 órás program, ez kétszer fog futni a Nyíregyházi Egyetemen, már most elindult ebben az évben, és jövőre is tervezzük még egyszer, hiszen úgy tűnik, hogy népszerű, de még mindig nem elég népszerű. Tehát a jelentkezési adatokból az látszik, hogy ugyanez van, hogy mondjuk 20 főre hirdettük meg, és 15-en jelentkeztek be. Tehát mi azt gondoljuk, hogy lehetne még népszerűsíteni a programot, még mindig nem eléggé agilisak a fiatalok ezen szakterületek irányába, pedig nagyon hasznos dolgokat kapnak ez alatt a program alatt, hiszen olyan szakemberekkel találkoznak, nem csak egyetemi oktatókkal, professzorokkal, hanem a termelésből jött szakemberek is bekapcsolódnak ebbe a programba, ahol már olyan képzéseket kínálunk, amivel majd az egyetemen fog találkozni. A pályázat a Nyíregyházi Egyetem koordinálásával valósul meg, konzorciumi partnere az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség. A szervezetet olyan hazai vállalatok hozták létre, akik elkötelezettek a műszaki és mérnöki képzések fejlesztése, a végzett hallgatók és szakemberek ezen területen való munkába állása iránt. A héten másodjára is csökkenhet a benzinára. A MOL enyerti a 95-ös benzint bruttó 5 forinttal, a gázolajat pedig bruttó 6 forinttal adja olcsóbban a viszonteladóknak. A mérsékléssel a benzin átlagára literenként 364 forint, a gázolajé pedig 415 forint lesz, értesült piaci forrásokból az MTI. A hétvégén ismét fordulót rendeznek a labdarúgó NB1-ben. A tabella 11. helyén álló Kisvárda az Éllovas Ferencváros otthonában lép pályára. A mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Grupama arénában. A válogatott Nemzetek Ligája meccsei miatt az elmúlt hétvégén nem rendeztek fordulót az élvonalban. A kisvárdai szakmai stábnak így két hete volt arra, hogy felkészítse a csapatot az Üllői úti vendégjátékra. Volt mit gyakorolni, mivel a várdaiak legutóbbi két meccsüket elveszítették úgy, hogy a Honvéd és az Újpest ellen hazai pályán összesen 7 gólt kaptak és mindössze egyet szereztek. A fő feladat így a védelem stabilizálása volt. Sok mindent átvettünk.
A védelemnek a megszilárdítása a fő célpont, ugyanis az elmúlt fordulókban elég sok gólt kaptunk. Remélem, hogy ez sikeresen fog véghez menni. A 29-szeres bajnok Ferencváros ebben a szezonban is jól szerepel. Már a zöldfehérek a legutóbbi fordulóban vereséget szenvedtek Szombathelyen, hosszú ideje az első helyen állnak a táblázaton. Ők vezetik a tabellát, úgyhogy én személy szerint nehéz meccsre számítok, főleg Pesten a Grupama arénába. Hát személyesen volt már szerencsém ott játszani, egy igazi szép stadion és jó millió. Remélem, hogy sok néző fog kilátogatni a meccsre. Úgyhogy hát nyilván nagyon nehéz mérkőzés lesz, mert nekünk minden meccs úgymond nehéz, meg kiki meccs. Úgyhogy remélem, hogy sikeresen vesszük majd ezt az akadályt. A hazai pályán is azért elég sokáig pariba voltunk velük, úgyhogy igazából ez a fő célpont, hogy biztos védekezés, aztán abból kontra, illetve pontrugásokból sikeresnek lenni. A Ferencváros Kisvárda mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Grupama arénában. A 15. forduló további párosítása a következő: Budapest Honvéd Mezőkövesd, Újpest Paks, Puskás Akadémia Szombathely, Diósgyőr MTK Budapest és Debrecen Molvidi FC. Együttműködési megállapodás kötött a Nyíregyháza Blue Sharks és a Mentor Alapítvány. A kosárlabda csapat és a hátrányos helyzetű gyerekek támogatásával foglalkozó szervezet közös programok segítségével igyekszik majd megkedveltetni a sportos életmódot a fiatalokkal. A Nyíregyháza Blue Sharks az elmúlt két évben több partnerrel is kötött megállapodásokat, amelyek elsősorban a csapat valamilyen formában történő támogatását szolgálják. A kék cápák a társadalmi szerepvállalási szem előtt tartják, emellett igyekeznek minél szélesebb körben népszerűsíteni a kosárlabdát. A Mentor Alapítványa történő együttműködés megfelel mind a két kritériumnak. Én annak örülnék, hogyha nem mi, hanem a gyerekek profitálhatnának ebből a megállapodásból. Ugye a Mentor Alapítvány 14 éve alakult itt Nyíregyházán, és azóta sérült, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak, és annak örülnénk, hogyha a gyerekek körében sikerülne a sportot megismertetni, egy picit megismertetni azt, hogy mennyire jó az, ha a sport a mindennapjuk részévé válik, és remélem, hogy ezáltal egyre többen kapnak majd kedvet ahhoz, hogy ők is részt vegyenek valamilyen sporteseményen, valamilyen sportrendezvénybe bekapcsolódjanak, de ha csak kijárnak ide a nyíregyházi csapatok sportmérkőzéseire, annak is örülni fogunk, de a legfontosabb az az lenne, hogy ők szeressék meg a sportot, és tudják, ismerjék meg, hogy mit jelent az, hogy sportolni, és minden nap mozogni. A Mentor Alapítvány elnöke elmondta, miért volt egyértelmű számukra az, hogy a kosarasokat kérik fel az együttműködésre. Ernőt én már régóta ismerem, legalább 10 éves a kapcsolat. Ő régen is támogatta jelenlétével, személyével, nevével az alapítványt, és nem egyszer láttam a Riddensz iskolában, hogy ő önzetlenül a fiatal gyerekekkel ott kosarazott. És az megfogott, hogy a gyerekek is mennyire odaadóak voltak, és önkéntes alapon, úgymond szervezetlenül is, de mennyire éltek a alkalommal, hogy ők kosarazhatnak. És akkor ebből adódott az az ötlet, hogy Ernővel megbeszélve, hogy ezt próbáljuk meg szervezettebb formában intézni, meg ezt rendezni, és én nekem tudomásom van, hogy az ország többi felén részén már ezt csinálják, akkor mondom, miért nem lehetne ezt megcsinálni Nyíregyházán is. Itt a felső határ, ugye itt a kisgyerekekkel lehet kezdeni, de a felső határ az a paralimpikon is, hogy az is van, akár kosárlabdában is. Az országos kitekintésű Mentor Alapítvány Nyíregyházán a Riddensz, a Báci és a Göllesz diákjaival áll kapcsolatban. Az alapítvány elnöke szerint a két cápák segítségével a megye több intézményében is szervezhetnek majd közös programokat. Most pedig híradónk végét, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Újabb elismerést kapott a Nyíregyházi Állatpark. 29 ország 126 állatkertjéből választották ki a Sóstózót Európa legjobb állatkertjének az úgynevezett C kategóriában, ami a 250 és 500 ezer közötti látogató létszámú létesítményeket jelenti. Két évvel ezelőtt is a Nyíregyházi Állatpark nyerte a díjat. Akkor osztottan két másik állatkerttel.
Az étkezési búza ára 20%-kal múlja felül a tavalyi szintet. Az árak annak ellenére sem csökkentek, hogy a Duna alacsony vízállása miatt jelenleg akadozik a szállítás. A gazdáknak éppen ezért bizakodásra adhat okot a jövőt illetően, hogy a jelenlegi problémák ellenére is nagy kereslete van a magyar búzának külföldön. 12 milliárd forint áll rendelkezésre az ökológiai gazdálkodás folytató vagy arra átálló gazdálkodók számára a december 1-én nyíló pályázat keretében. A támogatási összegből várhatóan 900 gazdát segíthetnek, és a megyében is jelentős elmozdulás lehet a biogazdálkodás irányába. A pályázat lehetőségeiről a Nyíregyházi Egyetemen rendeztek tájékoztató fórumot. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 22-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk. Pénteken már valamivel szárazabb levegő érkezik fölénk a magasban, de a Kárpát-medence alsó légrétegét továbbra is nedves levegő tölti ki. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég, párás lesz a levegő, éjszaka köd is képződhet, szitálás, eső egyaránt várható, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, a köd fokozatosan mindenütt megszűnik, de továbbra is párás marad a levegő. Szitálás előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégén, illetve a jövő hét elején időjárási frontok okoznak borongós, csapadékos időt hazánkban. A hétvégén még enyhe levegő érkezik fölénk, a jövő héten viszont hidegebb levegő érkezik fölénk, így az eső mellett már többfelé számíthatunk havazásra, és különösen a jövő hét második felében jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. Éjszaka eleinte csak néhol, majd szerdától már országszerte fagyos idő várható, és a délutáni órákban is télies hőmérsékletre készülhetünk. A hét közepétől akkor is csak fagypont körüli értékekre számíthatunk.